Hajózás, két-két új komppal és hajóval indult a balatoni szezon. Felvételi, népszerűek a pedagógiai képzések. Kompúr, 30 fotós képei a tárlaton. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Kettő új komppal és kettő új katamaránnal indult el a 178. hajózási szezon a Balatonon. A magyar kormány összesen 6 milliárd forinttal támogatta a történelmi léptékű beruházást. Az átadón Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, 2024 a gazdaság újraindításának az éve, ebben pedig a turizmusnak is kulcsfontosságú szerepe van. Mehet a kötél. A szokásos módon, de már egy új hajón, a Tomajon indult a nap a siófoki kikötőben. Sokan voltak kíváncsiak a Balatoni Hajózási ZRT négy új hajójára. Sorban álltak az érdeklődők, hogy fotózkodjanak a két új katamaránnal és a két új komppal. A Tomaj, a Balaton, a Szántód és a Tihany igazi látványosság volt a siófoki kikötőben. Én már nagyon vártam, mert rég hallottam róla, hogy egészen Komáromból érkeztek ezek a hajók. Nagyon sokat járok a Balatonra, nagyon sokat szoktam kompozni. Körpöly András már több évtizede hajózik a Balatonon. A Tomaj parancsnoka azt mondta, a hajó a modern berendezéseknek köszönhetően egyszerűbben irányítható. Letisztult maga a vezérés, a műszerezettsége is, és a modern tervezésnek köszönhetően kezelhetőbbé vált mindenféle műszer, berendezés, kormányzás, ami itt a hajóknál megszokott. Ez egy új stílus, ez egy modern, környezetbarát, új technika, nagyon jó vele dolgozni. A kikötőben meg is szentelték az új hajókat. A katamaránok mellett a 45 méter hosszú és a 11 méter széles kompok a Bahart eddigi legnagyobb befogadó képességű hajói, amelyek 120 utast, 24 járművet és 30 kerékpárt tudnak egyszerre szállítani. Az állami támogatással csaknem 6 milliárd forintból megvásárolt négy új hajó újabb lendületet adhat a balatoni turizmusnak. 2023-as év nagyon jól sikerült, hiszen egy több mint kettő évtizedes rekordot döntöttünk meg. Közel 2 millió 150 ezer utas érkezett a Bahart hajóira, a kompokra és a személyhajókra, viszont biztos vagyok abban, hogy az idei évben, 2024-ben újabb rekordokat fogunk megdönteni. Ennek garanciája lehet a négy új hajó, amelyek most a mai napon a 178. hajózási szezon kezdetén kerültek bemutatásra. A talpraállás után a gazdaságban és a turizmusban is az idei az újraindítás éve, amelyben 2-3%-os GDP növekedés lesz elérhető. Erről már a nemzetgazdasági miniszter beszélt a 178. balatoni hajózási szezon megnyitóján. Nagy Márton kiemelte, az év kezdete nagyon jó volt, és az év további részére is jók az előrejelzések. A húsvéti időszak is, tehát az előttünk lévő időszak is pozitív számokat mutat. Közel 220 ezer ember, 510 ezer foglalást adott le erre a hétvégére. 2024-re, tehát azt gondoljuk, hogy összesen 43 millió vendégészakát el fogjuk érni, amely 2023-hoz képest 4%-os növekedést mutat. Nagy Márton hozzátette, amennyiben a szomszédságban zajló háború ezt nem akadályozza meg, jövőre vissza tud állni az ország a 4-5%-os GDP növekedésre. Több mint 1000 kis település nyert támogatást a Magyar Falu program a legutóbbi pályázatán, egyebek mellett épületfelújításra, óvodák, bölcsödék, orvosi rendelők korszerűsítésére, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta, hogy a kis települések, falvak 5000-es lélekszám alatti kisvárosok számára kiírt 10 milliárd forint keretösszegű pályázat nyerteseinek listája már megtalálható a kormány.hu és a magyarfaluprogram.hu oldalakon. A kormánybiztos tájékoztatása szerint a 6 pályázati kategória közül a legnagyobb érdeklődés az épületfelújítások iránt volt.
A tavalyihoz képest több büntetést szabott ki, és több terméket hívott vissza a hagyományos tavaszi szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzése során a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, mondta az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. Nobilis Márton a szezon végéig tartó ellenőrzés részeredményeiről szólva elmondta, az akció első szakaszában eddig 1117 helyen végeztek ellenőrzést, ebből 688 helyen a kereskedelemben, nagyrészt üzletekben és piacokon. Felhívta a figyelmet arra, az ágazat szereplőinek a nehezebb helyzetük ellenére is be kell tartani az élelmiszerbiztonsági szabályokat, annak érdekében, hogy a magyar családok asztalára továbbra is ellenőrzött forrásból származó, jó minőségű élelmiszer kerüljön. Nobilis Márton aláhúzta, hogy a feltárt hibák nem súlyosak, a kereskedők leggyakrabban a higiéniai és nyomonkövetési szabályokat nem tartják be megfelelően, kisebb részben pedig a munkavállalóik bejelentését mulasztják el. A tavalyi rekordévhez képest közel azonos jelentkezéseket produkált az idei általános felvételi eljárásban a Matek Kaposvári Campus. 3145 jelentkezés érkezett a képzésekre, ebből 917-en első helyen jelölték meg az intézményt. A pedagógiai képzések népszerűsége tavaly ugrásszerűen 61%-kal nőtt a 2022-es évhez képest. Az idei évben ez még további 29%-kal emelkedett a tavalyi évhez viszonyítva. Ugye az elmúlt években nagyon nagy változások voltak a felsőoktatásban, és ez nyilvánvalóan megjelent a felvételi számokban is. Tavaly nagyon szép eredményeket, 23-ban nagyon szép eredményeket produkáltunk az előző évhez képest, mintegy 40%-kal több hallgatót vettünk fel az egyetemünkre. Ez országosan is kiemelkedő átlag volt, hiszen országosan 28% volt a növekedés. Egy olyan bázis volt tehát a 23-hoz képest, amit idén nehéz volt megugrani, de azzal az örömteli hírrel tudok szolgálni, hogy ebben az évben is hasonló számokat tudtunk elérni, hasonlóan magas jelentkezők jöttek az egyetemre, jelentkeztek az egyetemre a rendes felvételi eljárásban. Nyilván a felvetteket még nem tudjuk beazonosítani, hiszen majd csak júliusban dől el, hogy kiket tudunk fölvenni, de nagyon biztatóak a számok, sőt, vannak olyan kampuszaink, ahol még tavalyhoz képest, amely rekordév volt is, kicsivel tudtuk növelni a jelentkezések számát. Elsősorban a gödöllői kampusz, ahová lényegesen többen jelentkeztek, 22-höz képest, de 23-hoz képest is, és nagyon szépen teljesített Kaposvár is, a Kaposvári kampusz, ahol a pedagógus, a nevelés tudományi szakokra minden rekordot megdöntve jelentkeztek hallgatók. Az elmúlt két évben 140%-kal többen jelentkeztek a tanári szakokra, pedagógus szakokra, óvoda pedagógus, gyógypedagógus, tehát ez mutatja azt, hogy népszerűek a pedagógus szakok, és ez az egyetemünkön is jól érzékelhető. Rengeteg szakunk van az egyetemen, 5 tudományterületen folytatunk képzéseket, az agrár, a műszaki, a gazdaságtudományi, neveléstudományi és művészeti képzéseket. Nehéz összehasonlítani ezeket, az alapvetően egy agrárfókuszú egyetem vagyunk, több mint 50%-a a diákjaink valamilyen módon agrártudományokhoz kapcsolódó tanulmányokat folytat. Ezek népszerűek, ezek a szakok, hiszen Magyarországon a legnagyobb számban veszünk fel hallgatókat, a mezőgazdasági mérnöki, a kertészmérnöki, a tájépítész, az élelmiszermérnöki nagyon népszerű. Egyre népszerűbb a mezőgazdasági gépészmérnöki, tehát a műszaki képzettség is. Hát ez érthető, hiszen itt jelenik meg leginkább a digitalizáció, az informatika, azok az új kurens területek, amelyek a fiatalok számára is népszerűek. De továbbra is nagyon népszerű a gazdaságtudományi terület. Ebben az évben például gazdaságtudományi szakokra jelentkeztek a legtöbben az egyetemen belül. Hát a neveléstudományi, meg a művészeti képzés Kaposvári kampuszon kiemelkedően teljesít, hiszen a művészeti képzésre több mint 20-szoros a túljelentkezés. Tehát ezeket összehasonlítani nehéz egymással, de a népszerűségük az vitathatatlan. Alapvetően a pedagógus pálya népszerű a fiatalok körében, és hogyha ennek a háttere rendezett, hogyha a megbecsültséget érzik a fiatalok a pedagógus pályán, akkor ez a népszerűség ez töretlen marad, és az érzékelhető az egyetemen is. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy ilyen szempontból
azért nem kell félteni a jövőt, mert jönnek tehetséges fiatalok, akik bölcsészek, pedagógusok szeretnek lenni, és gyerekeket szeretnének nevelni, oktatni, nem csak általános középiskolában, hanem már óvodában is, és most már a bölcsődei képzésben is elindult a felsőfokú képzés, tehát ilyen szempontból van Magyarországon egy olyan stabil és erős színvonalas háttere ennek a képzésnek, ennek a tudományterület képzésének, ami hosszú távon garantálja, hogy kiváló szakemberek lesznek, tudnak dolgozni majd ezen a területen. Április 1-én indul a viharjelzés a Balatonon. A rendszer április 1-e és október vége között üzemel. A katasztrófavédelem a Balaton mellett a Velencei, a Fertő és a Tiszatavon működtet viharjelző állomásokat. A viharjelző pontok villogó sárga fényjelzéssel jelzik, ha erős szélre, viharra lehet számítani. A szél erősségétől függ, hogy milyen viharjelzést ad a rendszer. Ha nincs viharjelzés, nem égnek a lámpák. Elsőfokú viharjelzés esetén percenként 45 felvillanás jelzi a veszélyt. Ilyenkor csak a parttól számított 500 méteren belül szabad a vízben tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a lámpák percenként 90-szer villannak fel. Ilyenkor tilos a vízben tartózkodni. A viharjelző rendszer évről évre 100 000-ek kikapcsolódását teszi biztonságosabbá. 30 fotós fényképei kaptak helyet a Kompur Fotóklub hagyományos éves tárlatán. Az alkotók természetképeket, portrékat és zsánerfotókat válogattak a kiállításra, amely Kaposváron a Polgárok házában látható. Berkesi Ágota egy természetképét mutatja be a Kompur Fotóklub tárlatán. Véletlenül vette észre a pillanatot, amelyet megörökített. Ez otthon Lipótfán egy földes úton készült, és éppen vagy mentem fotózni, vagy jöttem, erre már nem emlékszek, és ez volt az a tavasz időszak tavaly, amikor rengeteg eső esett, és ez akkor készült, és igazából az volt a furcsa, hogy a csiga úgy úszott a pocsolyába, hogy nem nagyon látszott ki, és néha így kiemelgette a fejét, és ezt látjuk a képen. Harag Kornélia először mutatkozik be a Kompur Fotóklub kiállításán, amelyre egy tavaly Izlandon készült képét hozta el. Az idegenvezetőnk megkért bennünket, hogy még véletlenül sem menjünk le arra a partszakaszra, ahonnét ezt a képet én így fölfelé fotózva készítettem, mert nagyon veszélyes. Én azért jeleztem neki, hogy biztosan nem bírom ki, hogy ne menjek le. Mondta, hogy jó, annyit kér, hogy legyek nagyon-nagyon óvatos. Óvatos voltam, és még nem is az óceánt fotóztam, hanem hátra nézve láttam meg a híres Viki templomot, és akkor készítettem el ezt a képet. A fotóklub elnöke is természetképet választott a tárlatra. Ezt a fotót a Hortobágyon készítette. Talán ez az idei év legizgalmasabb képe, ugyanis egy rétisast ábrázol, ami egy, hát talán energiaitalos palackot visz magával. És a körülbelül 20 éve, több mint 20 éve fotózom a sasokat, és hát ilyenre még nem volt precedens, hogy ilyet lefotózok, és másnál se láttam ilyet, és egyébként az év természetfotósán is ki lett állítva. 30 fotós mutatja be fényképét a Kompur Fotóklub tárlatán, amelynek anyagát a tagok közösen állították össze. Természet és zsánerképek, valamint portrék is helyet kaptak a kiállításon. Ez úgy szokott lenni, hogy behozunk egy olyan 5-10 legjobb képet, az már jó dolog, hogy évben születik ennyi legjobb kép, és hát ezekből szoktuk, van amikor szavazással, sőt nagyon sokszor, amikor nem egyértelmű a kérdés, akkor szavazással döntünk, de természetesen a szerzőnek, az alkotónak vétójoga van, tehát ha valaki nagyon ragaszkodik egy képhez, és nem tudjuk adott esetben lebeszélni, de ez nagyon ritka ez, hogy így alakuljon, mert általában azért egyöntetű a vélemény a szerzővel és a klub tagjaival. A Kompur Fotóklub tárlata Kaposváron a Polgárok házában tekinthető meg. Érdemes megtervezni a húsvéti utazást, közölte a vasúttársaság az MTI-vel a közlekedési változásokról beszámolva. Jelezték, hogy ha szükséges, több kocsival indítják az Intercity vonatokat. A MÁV ZRT közleménye szerint március 28-án a pénteki napra, 29-én a szombati, 30-án és 31-én az ünnepnapi, április 1-én a vasárnapi, 2-ától pedig a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok. Az iskolai tavaszi szünet nem befolyásolja a személyszállító vonatok közlekedését.
Közölték azt is, hogy az utasforgalom szempontjából frekventált napokon a kihasználtabb reggeli és délutáni Intercity vonatok szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek. A Volánbusz járatai nagypénteken munkaszüneti, szombaton szabadnapi, húsvét vasárnap munkaszüneti, húsvét hétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint indulnak. Hajózás. 2-2 új komppal és hajóval indult a balatoni szezon. Felvételi. Népszerűek a pedagógiai képzések. Kompúr. 30 fotós képei a tárlaton. Ennyi fért mai hír összeállításunkba, tartsanak velünk legközelebb is. További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. További szép estét és magam és munkatársaim nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk. Viszontlátásra!